szavainkat is kiüresítik, nem csak a zsebünket. Azt kell mondjam, hogy egyébként ez itt hirtelen a reklám helye is, mert van nálam néhány példány a Nemzetépítés alcímű könyvecskéből, úgyhogy ha valaki majd úgy gondolja, hogy szeretne belenézni, a beszédem után szívesen állok a rendelkezésére. Csak pár darab van, nem túl sok, úgyhogy azért nem olyan nagy őrület ez. A nemzet az egységes értékrend ismerete nélkül ugyanis nem képes a nép élére állni, de nem lesz képes az elveszett közhatalmat sem visszavenni, az egyre gátlástalanabbul bennünket kifosztó bankárkaszti magánhatalomtól. Valaki a múltkor azt mondta nekem, hogy Gábor, te kódoltan zsidózol. Visszakérdeztem, most én vagyok a hülye, vagy te? Miről beszélsz? Én amikor azt mondom, hogy bankárkaszti magánhatalom, annak semmiféle faji előítélet tartalma nincs. Hát ki tudja, hogy a bankárkaszt vezető elemei, az a bizonyos 300 család, az milyen nációba tartozik? Tudhatjuk-e azt, hogy Magyarországon az úgynevezett zsidók hányan vannak? Tudhatjuk-e? Mert a cigányság vállalja a maga identitását, és vannak cigány önkormányzatok. A zsidóság nem vállalja. Az a probléma ezzel, hogy nekem egyetlen zsidóval sincs azért bajom, mert ő zsidó. Ha nekem bajom lenne a zsidókkal azért, mert ők zsidók, akkor Reiner Péterrel nem állnék szóba. De nekem ő a nemzet tagja, hiszen azt az értékrendet vallja, amit én. És ez a lényeg, ez a különbségtevés. Tehát nemzetépítésre van szükség. A tudatérmelés mellett meg kell adni, képesek kell lenni arra, hogy egzisztenciális biztonságot is adjunk majd az értelmiségként funkcionáló nemzet tagjainak, a nemzet önkénteseinek. Mert vannak ilyen emberek, ha nincsenek is sokan, de vannak. De 1956-ban sem az egész ország állt ki fegyverrel a kézben. És még csak nem is 20%, nem is 10, még ez alatt, de mégis elegendő volt. Ma azonban nincs olyan közvagyon, ezt világosan látnunk kell, ami egzisztenciális biztonságot alapozna meg számunkra. És az állam is csak a polgáraitól, a rájuk kivetett adókból képes már megélni, mert nincs közösségi vagyon. A földvagyon egy része ugyan még megvan, de olyan a helyzet, hogy képtelenek a tőkeszegény gazdák megtartani a verseny, és leginkább az igazságtalan verseny keretei között őseik termőföldjét. Ennek az EU és a hazai cápák teremtette helyzetnek részletezését most mellőzöm. A devizahitelekkel fenyegetett lakásvagyon hazai helyzetét se akarom taglalni, mert a bankok, mint a csalás és az erkölcstelen spekuláció szinterei egyértelműen a bennünket pénzügyi megszállás alatt tartó monetáris diktatúra eszközei, épp úgy, mint ahogy az EU is ennek a bankárkaszti és egyre kevésbé rejtőzködő hatalomnak az eszköze. Csak egy eszköz az EU. Nem is értem, hogy a politikai osztály mit hozsannázik itt EU-s pénzekről. Nincsenek EU-s pénzek! Azt mind tőlünk vonják el? És csak egy részét. Egy részét folyatják vissza. Könyörgöm. Arcátlanul, pofátlanul mondják a médiába állandóan az EU-s pénzeket. És állandóan azt mondják, hogy miért szidja XYZ az Európai Uniót, mikor azoktól mi pénzt kapunk. Csak azt nem teszik hozzá, hogy az ellopott pénzből, vagy a kizsarolt pénzből vissza. Igen, kapunk.
Mire? Bűzsebükben ők kapnak. Mire kapunk? Így van. Így van, térkövekre. Gyönyörű szökőkutakra, most már stadionokra is, igen, nem termelő vagyonra. Arra vigyáznak, mert ettől a kreatív néptől nagyon, de nagyon félnek. Tudják ők, hogy mi még a kádárizmus alatt is tudtunk értéket teremteni. Ezzel természetesen nem a vörös bolsevikokat akarom felemelni, hanem ezt a szorgalmas és nagyon kreatív népet. Menjünk gyorsan tovább. Inkább arról szólnék, hogy a liberális gazdaságpolitika a kifosztásunkat lehetővé tevő idegen jogrendszer, mert ez egy idegen jogrendszer, aminek a segítségével a vörös bolsevikok alatt még termelő gazdálkodást folytató üzemeink átkerültek a fehér bolsevikok kezébe, és ők öngyilkos módon felszámolták a közvagyont, és ennek a legoktalanabb szegmense az élelmiszer feldolgozóipar leépítése, és a legfájóbb a közüzemeink magánosítása. Közben a korrupció intézményes rendszerré vált Magyarországon, és nem véletlenül írt a Csurka utolsó dolgozatában, hogy kenőpénzrendszer működik az országban, és ki kell, hogy derüljön, hogy annak az utolsó kormánya lépe hatalomba 2010-ben, vagy egy új, egy tiszta kezű rendszer első kormánya. Mi már megkaptuk rá a választ. Ha Csurka István élne, biztosak lehetünk abban, hogy lenne bátorsága kimondani Sommás ítéletét az elmúlt 4 évről. Bár én sok mindenben nem értettem Csurkával egyet. De ezt biztosan kimondaná. Valószínű a földforgalmi törvény kritikáját is megejtené. Mivel nem lehet már közöttünk, így magunknak kell megvilágítani az események hátterét, mi csak úgy képzelhető el, ha világosan megkülönböztetjük a tömegek számára a banktulajdonosokból álló globális oligarchiát és a helyi oligarchia kis és nagy halait. A fák nem nőnek az égig. Erre kell felhívnunk a kormány figyelmét. Meg kell, hogy értsék ezt az örök igazságot. Mert a hazaárulókat először csak leköpik, majd utána jönnek a komolyabb akciók is. Ne várja tehát meg a közhatalom, ne várja meg ezt, hanem enyhítsen a nemzetellenes erők kifosztó rendszerén, és akkor lehetőség nyílhat a nemzet érdekű párbeszédre. Én nem bízom már bennük, hiszen túl régóta hazudoznak. Éppen ezért van egy olyan alternatíva, amelyet feltétlen meg kell veletek osszak. Ez a veszély komoly, ami ránk leselkedik. Ha sikerül az agymosó médiának elhinteni, hogy mi nácik, fasiszták vagyunk, bár bevallom őszintén, hogy a Salazar-féle fasizmusra, ami Portugáliában volt, bizony én nagyon felnéztem. Mindig az egy pozitív államforma volt. De ebbe most ne menjünk bele, mert az átlag magyar ember ezt úgyse érti meg. Tehát, ha sikerül a homlokunkra a náci fasiszta bélyeget oda tenni, akkor bizony nem lesz lehetőségünk még megszólalni sem. Ez a csukafogta róka esete, ahol nem számít az, hogy ott vannak az országgyűlésnek csúfolt alsóházban a szociális érzékenységről csak tapoló új gazdagok. Nem számít, hogy a hazugságállam korrupciós vezető rétege éppen ők, de nekünk el tudják intézni, hogy ne legyen megszólalási lehetőségünk. Az sem számít, hogy csak mi vagyunk az az erkölcsileg politizáló réteg, amely nem akar hasznot szerezni, amely nem akarja a további kifosztását a magyar népnek, hanem emelkedését akarja ennek az országnak. Mindez nem számít, mert ezek a médiának csak kiforgatható szavak. Csak szavak. A mi erkölcsi politizálásunk nem valami új különlegesség, hanem az eddigi szavazat szerző hazugságokkal való abszolút leszámolás. Nem lehet ugyanis erkölcsös, a fehér és vörös, de egygyökerű bolsevik rendszer, amely a nép elől eltitkol mindent, és közben azt várja, hogy sima modorú hazugságaik, leleplőződött hatalommániájuk eredményeképpen rájuk szavazzanak az emberek a következő
választáson 4 év múlva is, bár ki tudja, lehet, hogy hamarabb lesz. Ezt kellene nekünk tudatosítani, még egyszer mondom, tudatosítani a tömegek számára. Egy másik részérdeket képviselő csapat pedig odabent azt állítja magáról, hogy lehet más a politika. Pedig nem lehet, egészen addig nem lehet, amíg az erkölcstelen. Amíg ennyire erkölcstelen, addig biztos nem. Meglepő, de csak a magyar elvek gyakorlatában lehet erkölcsös a politikai összefogás is. Meglepő, de egy szándékom szerinti új antipárt csak akkor jelenhet meg a haza ügyeinek, tehát a politizálásnak a szolgálatában, ha az nem részpolitizál, azaz nem párt politizál, hanem nemzet politikát követ. Csak úgy jöhet létre egy új nemzetben gondolkozó és cselekvően politizáló mozgalom, ha az nem kötődik sem a bal, sem a jobb oldalhoz, hanem a többszörösen vesztesként és a velük szolidális értelmiséget is megszólító pártatlanoknak lesz egy erős, mellérendelő szervezete. Csináljunk végre egy antipártot. Csináljunk végre egy igazságpártot. Mert ma minden az igazságtalanságon alapul. Holnap 13 órakor mindenkit várok az Attila Hotelbe. Csillaghegyen. Tehát délután 1 óra, Csillaghegy, Attila Hotel. Isten áldjon benneteket is. Köszönöm, hogy meghallgattatok.